Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ez látható itt, ezen a képen. Kezébe vesz bizonyos dolgokat, odafigyel rá. Itt az arany érméről van szó. Az jelenti az anyagiakat, a munkáját, a hivatását. Itt előre mennek az események, de ez az arany érem jelent mindazt, ami értékes számára. A saját értékei arra is odafigyel, és elvárja azt, hogy megkapja a megbecsülést. Azon kívül jelenti azt is, hogy értékes vagy számára, vagy ez a kapcsolat nagyon értékes számára, és ezt nem adja fel. És itt látható, hogy közeledik hozzád. Amit ez az arany érem még jelent, a föld elemét. És a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát az, amit ő most tervez, azt szeretné megvalósítani. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a hold ezen a képen utal az ő gondolataira, álmaira, vágyaira, az elképzeléseire, mit hogyan tervez. Azon kívül itt látható ezen a képen, hogy követ téged. Mindegy, hogy milyen irányba tekintesz, ő visszatér mindig hozzád, mint egy bumeráng. De néha úgy hátrafele tekint, és ez jelenti a múltat. Itt vannak emlékek a múltból. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba, hogy viszonyulj hozzá. Itt látható, hogy felemeli ezt az arany érmét, ami utal az értékekre, vagy az anyagiakra, vagy a munkájára. Ez mind összefüggésben áll egymással. Odafigyel rá, és először az fontos számára, amit ő tud nyújtani, a saját értékei. Sőt, lehet az is, hogy megvan nála ez az elvárás, hogy te mutasd ki azt, hogy ő értékes számodra. Dicsérd őt, vagy legyen meg a megbecsülés, hiszen megvannak nála ezek az elvárások. Akkor is, ha nem közli veled. Amit még ez a kép jelent, hogy nem tartja ő meg ezt az érmét, ő odafigyel rám, nézegeti, de át fogja nyújtani számodra. Az lehet anyagi segítség, az lehet egy közös munka, egy közös tevékenység, vagy kimutatja azt, hogy te értékes vagy számára. Mint mondtam, az arany érem szimbolizálja a föld elemét. Tehát ő veled együtt szeretne valamit megvalósítani, mert itt a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. És az aktuális energia itt látható, ez egy szívdobbanás, és az jelenti természetesen a vonzalmat, a szerelmet kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!